kutyám antibiotikumot kap, kell neki emiatt valami speciális diéta. A kutya antibiotikum ellátása, ugyanúgy, mint az emberi antibiotikum ellátása, azt fogja eredményezni, hogy a bél baktérium összetétele az megtizedelődik, illetve szelektálódik. Bizonyos dolgokat, bizonyos baktériumokat ki fog írtani az antibiotikum, bizonyos baktériumokat nem fog kiírtani a baktérium az antibiotikum a bélben. Ez azt jelenti, hogy azok a baktériumok, amikre nem hat az antibiotikum, ezek túl fognak szaporodni, és azok a baktériumok, amikre hat az antibiotikum, ezek ki fognak halni a bélrendszerből. Ha ezek között van olyan is, ami úgynevezett jó baktérium, vagy kellő az emésztéshez, fölszívódáshoz kifejezetten hasznos baktérium, ezeket pótolni kell. Pótolni kell már csak azért is, mert az egyensúlyt, az arányt a különböző baktériumok között meg kell tartani az antibiotikum adás alatt is. Ez azt jelenti, hogy probiotikumokat vagyunk kénytelenek adni különösen a hosszan adagolt antibiotikus ellátás alatt, annak érdekében, hogy egyik baktérium se tudjon túlszaporodni a bélben, és folyamatosan nyújtsuk számára, kínáljuk számára a jó baktériumokat az emésztéshez, fölszívódáshoz kellő szükséges baktériumokat. Ezeket probiotikumokkal tudjuk kínálni. Van a kutyának is, macskának is, nyúlnak is külön probiotikum összeállítása, amit pet shopokban állatorvosi rendelvényre kaphatók, ezeket etessük. Köszönöm szépen a sok-sok kérdést, megköszönöm a figyelmet, én most búcsúzom önöktől.